No, megyünk is tovább. A telefon van a túlsó végén Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke és egyben fogszakorvos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt olvastuk a sajtóban, hogy ön ugye szeretne praktizálni, hogyha jól figyeltünk, de nem tud, mert hogy nem kapott megfelelő védőfelszerelést, amivel el tudná látni a betegeit? Hát egyelőre mindenki szeretne praktizálni. Igaz ugyan, hogy van, akik nem tudnak, mert nem kapnak megfelelő védőfelszerelést. Én azt mondom, hogy általánosságban a védőfelszerelések szétosztása az készletezés mentén zajlik. Tehát fontossági sorrendben, tehát nyilvánvaló, hogy elsősorban a kórházban, mondjuk az intenzív osztályban, a vörös zónában kell adni megfelelő maszkokat, és akkor utána. De előbb vagy utóbb el kell jutni a fogászathoz is, és ez azt jelenti, hogy előbb a fogászatba is eljutnak a megfelelő védőfelszerelések, legalábbis mi ezt nagyon reméljük. No, mert igen, de ugye közben azt is, ha... olyan rendelők, tehát az a baj, hogy van olyan rendelő, aki kifogy a védőeszközökből, és ő nem tud dolgozni. Igen, ez egy probléma. Tehát jelen pillanatban legelőször ugye azt mondták, hogy fogászati rendelőben, illetve ezt mi is mondtuk, és teljes mértékben egyetértünk vele, a aeroszol képződéssel járó kezeléseket fel kellett függeszteni. Tehát az a hagyományos fogtömés, fogkő eltávolítás, amit tud mindenki, hogy amikor spriccel a fogorvos az ő szájába, az jelen pillanatban nem lehet, nem működik. Amire most lekorlátozódott az ellátás, és nagyjából biztonságosan elvégezhető, azok a sürgőségi ellátások. Tehát, hogyha valakit valamilyen baleset ér, főleg most otthon vannak a gyerekek, például a gyerek elesik, nekik ki tud esni egészben a fúk, ott vissza lehet rakni, akkor a különböző gyulladások ellátása, tehát amikor valakinek fáj a foga, hát az nyilvánvalóan nagyon tud fájni, akkor azt ellátjuk. A különböző, hát ha ne adj Isten, begennyesedik, és van egy tájuk, akkor ezt megnyitjuk. Hát aki nyelést vagy idegentest van a szájába, az általában nem az alapellátó rendelőbe megy, vagy feltörik az állkapcsa. De például egy állkapocs ficamot visszarakunk. Tehát ezek a sürgősségi ellátások mennek. Én ezt most megértettem, de ugyanakkor Kásler miniszter úrnak a levelében, amit ugye körbe küldött, vagy akár azt hiszem, hogy az önök számára küldött el, ugye abban úgy fogalmaz a miniszter összefoglalva, hogy megoldást kell találni a sürgősségi ellátásra, miközben azt is tudjuk, hogy nagyon sok fogorvosi rendelő zárt be, pont azért, mert nincsenek meg a megfelelő védőfelszerelések. Na most arra lennék kíváncsi, hogy a Magyar Orvosi Kamarának mi a mondása ezzel kapcsolatosan, hogyan, milyen formában lehet, vagy kell kijelölni mondjuk megyénként azt a pár olyan fogorvosi rendelőt, ahol sürgősségi ellátást tudnak ellátni? Hát nézze, igazság szerint az önkormányzati rendelőket lehet kijelölni. Ezen belül oda megfelelő védőfelszerelést kell biztosítani. Én megkérdeztem az egyetemen, jelen pillanatban ez úgy zajlik, hogy szétválasztják ők is. Tehát van egy előszűrés, van a kockázatos beteganyag. A kockázatos beteganyagot mindenképpen szeptikus rendelőben kell ellátni. Tehát ez azt jelenti, hogy oda a filmekben, vagy hát jelen pillanatban sajnálatos módon mostanában nem a filmekben látott védőfelszereléssel be kell öltözni mindenképpen. Uh-huh. És ameddig nem lesz megfelelő mennyiségű abszolút védőfelszerelés, addig a nem gyanús betegeket ott is azt mondják, hogy csak komolyabb védőfelszerelésben látják el. Tehát ott nincs teljes idézőjelbe tett szeptikus felszerelés, tehát nincs ez az űrruga, hanem a hagyományos hosszú köpeny, a maszk esetleg duplán, szexi szemüveg, hajháló, hosszú köpeny mindenképpen. Ön akkor tehát azt mondja, bocsánat, alelnök úr, tehát ön akkor azt mondja, hogy ezt a feladatot minden önkormányzat meg fogja tudni majd oldani? Hát én bízok benne, mivel jelen pillanatban ugye azért a hírek érkeznek arról, hogy a felszerelés jön be, tehát most egy versenyfutás zajlik a vírussal, illetve a betegséggel. Tehát a készleteket föl kell tölteni, és amikor megvan a megfelelő mennyiségű készlet, én most is hallottam, hogy érkezik be készlet, azt viszont már központi feladat szétosztani, hogy minden üvé jusson. Tehát ez most már
már nem kívánságműsor, hogy vegye meg az orvos, hanem ez állami feladat, ezeknek a rendelőknek a létrehozása. Induljunk ki abból a készlet feltöltése. Megértettem, alelnök úr, induljunk ki abból a helyzetből akkor, hogy minden ilyen sürgősségi ellátásra átállt fogorvosi rendelő rendelkezik majd a megfelelő védőfelszereléssel. De mi van az ember, mi van a humán erőforrással? Lesz elegendő asszisztens, orvos például ezekben az orvosi rendelőkben? Most igazság szerint a rendelőben tehát a házi orvosi korfánál a fogorvosi korfa az valamivel jobb. Tehát 65 év alatti fogorvos az több van, tehát a rendelőkben, ha mint ebbe az eljárásrendbe írták, hogy vezényelnének orvosokat, arra elegendő orvos van. Tehát itt nem is az orvos létszámmal van probléma, az orvos van itt a védőeszköz föltöltéssel. De mondom, a hírek alapján bízni lehet benne, hogy ez kialakítható. Maradjon is így, alelnök úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, viszont hallásra.